2016. július 16-a egy szokásos pénteki napnak indult Bruce Richardson számára. Egy reggeli ima alkalomra ment a gyülekezetébe. Éppen ránéztem Bruce-ra, és azt láttam, hogy dől hátrafelé. A szemei hátra csúsznak, aztán meg a padlóra zuhan. Az ott lévő férfiak elkezdték újraéleszteni, és hívták a mentőket. A mentők megerősítették, hogy Bruce-nak szívinfarktusa van. Elkezdtük a megfelelő ellátást, amire szüksége volt. A szállítása közben többször próbáltuk újraéleszteni, de semmi sem használt. Úgy tűnt, hogy elveszítettük őt, nem lélegzett, és nem vert a szíve. Így hát elkezdtünk imádkozni. 20 perccel később, amikor még mindig nem reagált, itt volt az ideje, hogy másfajta döntéseket hozzunk. Hívták a sürgősségi osztályt, ahol dr. Ryan Benzt érték el. Utolsó esélyként azt mondta, hogy próbáljanak meg egy radikálisabb, ritkán használt módszert. Azt mondtam, hogy tegyenek fel két defibrillátort a betegre, és a kettőt egyszerre használva próbálják visszahozni a szívverését. Így sikerült visszanyerni a pulzusát. Miközben Bruce-t a sürgősségire szállították, a feleségét is értesítették, aki a kórházba rohant egy barátjával a gyülekezetből. Ott csak azt mondták neki, hogy Bruce elájult. Féltem, mert nem tudtam, mi történt. Nem tudtam, mit jelent, hogy elájult. Az ember sok mindenre gondol ilyenkor, csak be akartam jutni a kórházba. Eközben a mentő megérkezett Bruce-szal a kórházba, a szíve azonban közben újra leállt. Mikor megérkeztek, akkor is folyamatosan próbálták újraéleszteni. A beteg közben már kék volt, így nem sok jót tudtunk jósolni neki. Még ha Bruce túl is éli ezt, akkor is komoly agysérüléseket szenvedhetett. Ez azonban nem állította meg Benz doktort és csapatát, hogy mindent megtegyenek. Már 6-7 perc oxigénhiány és agykárosodást okoz, mi pedig már 47 percen is túl voltunk. 30 perc után már csak 0,8% esélye van annak is, hogy a pulzusát vissza tudjuk hozni. Tehát a kilátásaink nagyon szűkösek voltak. Amikor Dee megérkezett, abba a szobába vezették, ahol az orvosi csapat azon dolgozott, hogy megmentse a férje életét. Nagyon kemény volt. Kemény volt látni, ahogy a műszerekkel körbe volt véve, és hát nyilvánvalóan nem volt jó a színe. Borzasztó volt. Istennek helyre kell állítania, ez járt a fejemben. Istennek helyre kell állítania. Hova is fordulhatna ilyenkor az ember, ha nem az Istenhez? Azonban nem Dee volt az egyetlen, aki Istenhez kiáltott. A férfiak a gyülekezetből és más barátok is elkezdtek imádkozni. Nem igazán értettük, hogy mindez miért történik, de nem is kellett megértenünk. Igazából arra kértük Istent, hogy avatkozzon közbe. Végül aztán az orvosok stabilizálni tudták a pulzusát. Elkezdett a színe visszajönni, és jelentős javulást észleltünk az állapotában. Most sem igazán tudom megmagyarázni, hogy hogyan indult be az állapotjavulás olyan hirtelen, de bámulatos volt látni. Az orvos azt mondta nekem, hogy úgy tűnik, egy csodát láttunk a szemeink előtt. Az orvosok megállapították, hogy a koszorú ér 100%-ban elzáródott. Beavatkoztak a véráramlás helyreállításához, de még mindig voltak kétségei. Klinikailag halottnak tekintették. 1 óra és 7 percen keresztül nem volt pulzusa. Mivel Bruce ilyen sokáig volt oxigén nélkül, teljes agysérülést is szenvedhetett. Így még mindig lehetett volna bennem egyfajta félelem, de én olyan békességet éreztem, amit nem tudok megmagyarázni. Ahogy most visszanézek, ez csak is az imák miatt lehetett. Bruce állapota gyorsan javulni kezdett. Az orvosok le voltak döbbenve, mivel elkezdett magától lélegezni. Mikor pedig kivették a lélegeztetőt, akkor oda köszönt nekik, hogy hello. Mi meg csak néztünk egymásra, ő meg nézett ránk. Bruce minket bámult. Én pedig hiszem, hogy akkor Isten jelzett nekünk Bruce-on keresztül, hogy ő itt van, és dolgozik a helyzeten. És ez békességet adott. Egy héttel később Bruce hazamehetett. Teljes csoda volt, hogy én 6 nap múlva a saját lábamon jöttem ki a kórházból. Én csak az imák miatt vagyok ma itt.
Bruce ma egészséges, és nyoma sincs agysérülésnek. Nagyon szeret együtt lenni a családjával, és megosztani másokkal a csodát, ami vele történt. Hiszem, hogy azért vagyok ma itt, hogy reménységet és bátorítást jelentsek azoknak, akiknek nincs reménységük, és elmondjam, hogy higgyenek az imában. Tudom, hogy Isten csodatevő Isten. Meg is ígérte, hogy soha nem hagy el minket, és nem feledkezik meg rólunk. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy hűséges volt azon a napon. Hálás vagyok, és tudom, hogy Isten azért tette mindezt, hogy másoknak is reménységet adjon. Remélem, hogy sokakat elér rajta keresztül.